35 fokos rekkenő hőségben szedték a szőlőt a dolgozók tavaly augusztusban Alsónánán. A borászok kénytelenek voltak előrébb hozni a szüretet a nagy meleg miatt. Azt mondták, ilyen korán még nem szüreteltek írsai olivért. 10-14 nappal előrébb jött a szüret, úgyhogy most ma már mi is szedjük az írsai olivért, és hát eddig még nem volt, hogy augusztus 20-a előtt szüreteltünk volna. Ugye mindig 20-a körül szoktuk kezdeni, de most még 10-e sincsen. Tavaly többször volt hőségriadó a nyáron, aztán a hirtelen lezúduló eső okozott fejtörést a szőlősgazdáknak. Ám nem csak 2018-ban volt kiszámíthatatlan az időjárás, az elmúlt évtizedben többször lehetett ezt tapasztalni. A tudósok szerint mindez a klímaváltozásnak köszönhető, és a jövőben épp úgy megnő a súlyos aszály, mint az árvizek kockázata, továbbá gyakoribb és súlyosabb viharok alakulhatnak ki. A szekszárdi borvidéken még forróbb nyarakkal, még enyhébb téllel lehet majd számolni az elkövetkező évtizedekben. Az ezt a témát kutató Buzási Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa úgy véli, a szélsőséges időjárás miatt másfajta borok készülnek majd, és azt is el kell majd dönteniük a borászoknak, hogy a rothadásra érzékeny fajtákat telepítenek-e, ahogy a szüret időpontjának kiválasztását is mérlegelniük kell majd. Azok a fajt és azok a jellegű borok, amiket most termelnek, lehetséges, hogy 20-30 év múlva nem fogják tudni ezeket előállítani, egész egyszerűen azért, mert például hiába tolják el a szüretnek az időpontját, nem lesznek olyan minőségek és olyan fajta jellegzetesek ezek a borok, mint ahogy ma megszoktuk, és innentől kezdve ugye nagyon nehéz például ugyanazzal a szekszárdi palackkal eladni azokat a termékeket, amik már nem olyan ízűek, nem olyan zamatúak lesznek, úgyhogy kulcsfontosság, hogy ezek a borászok esetleg tudjanak alkalmazkodni ez a klímaváltozáshoz. A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást emelte ki Heyman Zoltán borász is. Meg kell tanulni ebben élni valamilyen módon, mindenre válaszolni kell. Tehát ha nincs annyi csapadék, akkor termés visszafogásával is lehet válaszolni. Figyelni kell a metszésekre, a zöld munkákra, figyelni kell a talajtakaró állapotára. Tehát nekünk a dolgunk az, hogy érzékeljük a problémát, és erre a lehető leggyorsabb, és ha lehet minél jobb válaszokat adjunk. Az előrejelzések szerint a tavalyhoz hasonlóan 2019-ben is előbb kell majd leszedni a szőlőt a hőség miatt. Az, hogy pontosan mennyivel tolódik előre a szüret időpontja, egyelőre nem tudni. Annyit lehet látni az első 3 hónap időjárása alapján, hogy már most 100 mm csapadék hiányzik Tolna megyében. A tudósok egyébként úgy látják, 3-4 Celsius fokos hőmérséklet emelkedés várható a 21. században, ami nagy hőhullámokkal és asszállyal jár majd együtt.